Tavaly az Európában megrendezett kevés nemzetközi sportesemény egyike a Rally Hungary volt, amely ezen a hétvégén már harmadik alkalommal hozza el a kontinens legjobb pilótáit a Szabolcsi megye székhelyre. Mint a sorrendben hetedik idei EB futam keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, a rendezvény sportértékén túl is profitál a régió az autósport egyik legnépszerű szakágának versenyéből, amelynek hazai futamát 2023-ig biztosan támogatja a kormány. Óriási sportdiplomáciai értékei vannak, és emellett sportszakmai értéke is, és hangsúlyoztam a sajtótájékoztatón, hogy nem csak sportszakmai, hanem turisztikai, gazdasági, idegenforgalmi hatása is óriásiak. Ezt érzik a nyíregyháziak, érzik a térségben lakók is, hiszen bemutatkozhatnak a városok, a települések, és a kulturális értékeinket is meg tudjuk mutatni, akár a városban, akár pedig az országban, akár Európa szinten is. Az Európa-bajnoki versenyben a tavalyi nyíregyházi győztes norvég Andreas Mikkelsen vezet, az ötödik helyen álló Herzig Norbertnek pedig még van esélye a dobogóra. A magyar bajnoki címért még három páros harcol. Őri Tamás versenyrendező szerint rendkívül erős mezőny indul a Rally Hungaryn. Az Európa-bajnoki mezőny mellett lesz historik és magyar bajnoki futam is. Összesen kb. 110 versenypáros fog indulni. Az Európa-bajnoki mezőnyben 57 páros van, ami rekord. A tavalyi évnél is nagyobb mezőnyről van szó. Három világbajnok páros is indul. Andreas Mikkelsen és Osberg mellett egy fiatal 20 éves finn tehetség, aki a Junior VRC címet nyerte meg a múlt hétvégén, és hát borzasztóan erős. Tehát ez az Európa-bajnoki mezőny, ez véleményem szerint minden idők egyik legerősebb mezőnye, tele van olyan pilótákkal, akik az EB mellett a világbajnokságon is részt vesznek, és külön öröm, hogy van egy magyar páros, aki fölveszi velük a versenyt, és esélye van az évvégi dobogóra Herzig Norbertnek és Ferenc Ramonnak. A versenyzők 14 gyorsasági szakaszt teljesítenek, ezek távja összesen 182 kilométer. A 2019-es győztes Turán Frigyes szeretne ismét dobogóra állni. Biztos vagyok benne, hogy leszünk 4-5-en, akik talán tudunk majd olyan időket menni, hogy meg tudjuk mutatni az Európa-bajnoki mezőnynek, hogy gyorsak a magyar pilóták. Kicsit helyzeti előnyben vagyunk, talán a magyar nézők szeretete az minket egy kicsit jobban fog támogatni, mint őket, de csodálatos versenyhelyszínekre készülünk, nehéz versenyre készülünk, de meg szeretnénk mutatni, hogy igenis lehet itt nyerni. Ugye ezt egyszer már sikerült megmutatni, de én szeretném megmutatni, hogy talán esély lenne még egyszer nyerni itt Magyarországon. A verseny péntek este 7 órakor a Mária Pucsi Rabucsi ringen egy villanyfényes futammal rajtól. Szombaton és vasárnap a zempléni gyorsasági szakaszokat teljesítik a versenyzők, közben vasárnap 11 órától Nyíregyháza belvárosában is rendeznek egy időfutamot. A versenyhez kapcsolódóan csütörtökön 19 és 22 óra között, vasárnap pedig 7 és 15 óra között forgalomkorlátozásokra kell számítani a megye székhelyen.